Ha szép jó estét, na, ha melyen sötétbe ülnek itt né, ha kezd fényt legalább, ha hallassam a szemüket, azt hadd halljam a hangjukat is. Ha jó vannak-e? Ha nem hallom, na, na azért. Mesétek-e, még nem találkoztunk. Mondom, mesétek-e? Hát gondoltam a békiabának, hogy énes, 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 énes. Hát hoztam egy történetet, na. De nem csak történetet hoztam, elhoztam pirost is. Ha mit gondolnak, miért hoztam pirost? Ébresztő, na. Ha hangszert is hozott magával, miért hoztam? Csak kitaláljak. Ha zenéni fog, persze, de nem csak zenéni fog, hanem megvárja az utolsó sorba, és utolérjen a történettel mindenkinek az eszekereke. Szóljanak, ha lemaradt valaki. Kicsit várakozunk. Na, hol volt, hol nem? Volt egy legény. Na, az a legény hazasulandó sorba keveredett, biza, és elindult Leont keresni. Elindult, smánt, mandagélt, hagyekám, völgyekén attól. S nézett jobbra és balra, és bekukantott egyik haszba, másikba és harmadikba és. Egyszer csak megtalált azt a házat, ahol a Leonkat kiválasztotta magának. Megállt a kapufélfába, s bekopogtatott. Na, ezt maguk is tudják, ugye? Mondom, bekopogtatott. A kop-kop is elég lett volna. Bekopogtatott, bement, köszönt, a bántiák fogadtak, nagy öröm vál. Hát volt nagy boldogság, a gondolják. Ámbes asszon mindenki örült, hát, amikor elmondta, hogy még jött. Ő bizony elveszi feleségül ezt a Leont. Na, ne aggódjanak, nincs vége a történetnek. Még nem a lakodalom kezdődik, na. Na, hát az asszom, mielőtt a legény leült volna, megfújta a széket is, így né. Hát nem olyan rossz, de azért még ezen kell egy kicsit dolgoznunk. Az is elég lesz, hogy fú-fú. Mondom, megfújta a széket. Alakul, na jó van. Megfut a legény, leült rá, az ember meg azt mondja, te Leonka, te. Ha tirany le a pincébe, hozzal egy kis borocskat, ha tiszteljük ma meg ezt a legényt. Na, Leonka felpattant, s szaladott is lefele a pince lépcsőn. Haladott, haladott, lépegáltett, lépegáltett, s leírt a pincébe. Oda ment a hordóhoz, megnyitotta a csapot, a borocska meg csak csodogat. Na, azt csak el tudja képzelni, ugye? Férfiak legalábbis egészen bizonyosan. A Leonka megvárta, hogy csodogáljon a borocska, s amíg így várakozott, mit látott? Egy hatalmas nagy káposzta nyomtató kő oda volt támasztva a pince oldalának. S amikor ezt a Leonka meglátta, hat keservesen elkezdett jajgatni. Jaj, uram, teremtőm! Hát, ha én ez a szépséges legényhez hezamenjek, esztendőre születek egy kicsi gyermekecskénk. Elnevezzük őtet könyvánkének. Könyvánkének csinyaltatunk egy szépséges ködmánkét. Könyvenk a ködmánkében, lemenjen a pincébe, s ez a káposzta nyomtatókőre ásik. Hát ki fogja örökölni a ködmánkét, no? Jajgatott a Leon. Hát fönt ugye megvartak. Varta az asszon, az ember, meg a legényes. Hát vartak, vartak. Hát egy üdeig aztán az ember azt mondja az asszony, te asszony te. Ha hol a csodában van ez a lányunk ma ilyen sok üdáig, no. Ha mennyi mallás, nezed meg, hogy mi történjedett vele, tancsak, nem nyugodott bele egyik hordóba. Na az asszony, fogta magad, felpattant, lába közé kapta a pendejét, smart, menjen is lefele,
lefala a pincében, nos. Manyan, manyan, libegát, libegát. Szó, mikor leáll, amit hall a siránkozást. Meg ezt kérdezi a lányodat, mi történjedett, édes kicsi lányom? Jaj, ná is mondja, édesanyám, s elmondta, mire gondol. Na, most ma kátárítok egy más vallal. Ha fönn meg ugye várakoztok, emlékeznek erre, aki vallakozik-e? Nem! Ha most kezdhetem előről. Ha ne idegesítsenek ma, na. Ha valaki csak tudja, ki várakozott ott. Ott a legényé, annak kezdjük a legényen. Na, gyere ma a legényken, no. Hát, nem az. Ha volt legény. Kicsit korábban, na, ez se baj, hát azért nem találtak ki, de jött az ember, ilyen szép ember volt. Aztán meg persze volt a legényke is, ha jó eltalálta, mire is gondolt, no. Ha bizony, hát itt várakoztok, egyik és másik is bubanótosan, már nem jön föl a bor, se a fehér népek együtt, se külön. De hát, hogy gondoltak, és hát az üdes szódaszifot nezegették, de hát szódat csak nem isznak, hogy vízköves legyen a foguk. No. Nem bírta tovább az ember, s azt mondta a legénynek. Én csak türelmesen varrokozza, én lemegyek, s megnézem. Ha mi történjet oda lenne a két fehér néppe, kicsapta az ajtót az öreg, s menjen lefele. Menjen, menjen lefele. Ahogy leért, hát látjam, hogy a két asszonos siránkozik. Meg ezt kérdezte, hogy ugyan ma, miért siránkoztok ti annyira? No. Ha mi elmesíték neki a történetet, hát gondoljak. Ő ezt csatlakozott hozzájuk, és most már hárman siránkoztak ugyanazon a dolgon. Úgy obégatott az öregem, mert majd szédült a pince oldalra. Hát ugye kimaradott odafőn egyedül. Hát ez a szépséges legény még a bajszon nem nőtt egészen hosszúra, de már majdnem. Sirankozott, sirankozott, meg ha várakozott, ugye, ha már szomjas volt. Aztán egy idő után megmérgá sedét, s elindult, s felcsapta az ajtót. Hát ezt még egy kicsit gyakorolni fogjuk, ennyire nem ment határozottan lefele. Majd azért ezt még megbeszéljük a következő előadáson. Ment, ment a legény, leérdem a félutor hallott a nagy siránkozást. És kérdezte és az ember, ha maguk mi siránkodtak ennyire? Ha mi te legény? Ha te elveszed a kicsi lánykánkat. Aztán dőre születik gyermekecskétek, elnevezitek könyvenkinek. Könyvenkének csinyaltattuk egy ködmánkét. A ködmánkébe, könyvenke lemegy a pincébe, s a reja esik a kapusztal nyomtatókő. Ha ki lesz a ködmánká, na? Ó, Uram, teremtőm, hát ezért sírni, ha három ilyen bolondot még főd nem hordozott, mit őt világ a világ? Hát én most elindulok, bizza, ugye piros? Elindulok, s káresek, ha legalább három ilyen bolondul. S hadd találok, bizisten visszajövök, s elveszem ezt a landfágességül. S ha nem, ez a lány a pincébe tőtheti az életét, én vissza nem fordulok érte. Na, el is indult a legény, mányen, mányen, hegyeken, völgyeken attól, ha legalábbis itt tervezte. De nem kellett kilépni a falu határába se. Már jött vele szembe egy menyecske. A menyecske hóna alatt ott egy tyúkocska. Csürkécskékkel körülötte. Na, jaj, hát ilyen hangocskát adott. Na, a kotlós nem egészen, már az asszony a seprűvel várta, úgyhogy röpült a toll belőle szanaszéjjel. Na, mikor ezt meglátta a legény, oda megy, s megkérdezte, te, ha mi bántod ezt a kotlós? No, ha mi? Hát ide figyeljen,
A tojásból kikötötte a kis csirkékát, de szoptatni nem hajlandó. Ha hogy ne ütném várni? Ó, te Leonte, hát nem így kell csinálni. Hozzál csak egy kis doracskat, vízzel kevercsét csinálunk belőle, és mindjárt megoldódik a dolog. Na, így es lett. Hoztak kevercsét, csináltak neki. Oda szórtak a tyúkocskának, az felcsipegette. Hívta a kicsi csirkecskékát, s volt nagy boldogság. A Leonka se tudta, hogy köszönje meg néki, já. Adott is egy kalapdiót, nagy örömibá. Na, ott hallják-e, ha megvolt az első bolond ember, addig még tudnak-e követni? Na, jó van, csak háromig megyünk, nem hosszú. Na, menjen tovább a legény. Indul hágyeken, bőgyeken, által, most azért kicsit többet gyalogolunk, jó, piros? Menjünk egy kicsit. Arra jess, arra jess. Ha egyszer csak odaért a következő faluba, s mit látott? Egy ablaktól a házat. A háznak neki volt támaszva egy lajtortja. Na, tudják mi az a lajtortja, vagy még árulj, várjunk egy kicsinkét, na. Na, jó van, na. Na, a lajtójára mászott föl egy ember, zsákba vitt föl valamit. A legény meg csak nászta, mit csinál az az ember? Meg ezt kérdezte tőle. Ha mit cipálsz oda föl a zsákba, te? Ha mit? A világosságot? No, hát olyan sötét van ebbe a házba, mint a pokolba. Ó, te, hát te ember, hát nem így kell csinálni. Hát hozz egy boltacskat, na majd én megoldom. Na, minutában így is lett, hozta a boltacskat, s boltacskával két ablakot vágott bizony a legény, s olyan világosság lett, hogy még. Na, meg volt a második bolondes. Biza, örült is az a legény, adott egy kosár gyümölcsöt ajándékba. De hát ment tovább a legény, menjen ismét neki ment, hegyeknek és völgyeknek is. Na, ilyen sokáig nem kellett menni, már akkor a kiabálást hallott ott a falu végén, a sancon, hát ilyen csoport nőt ott egymás mellett, lábuk összegabajodva, kezükes, lábukes, siránkoztak, ütték, várték egymást. Mágy oda a legény, s kérdezi, hát te mit csináltok itt? Na, ha mi reggel korán jöttünk, s egy picinkét leütünk basszigátni. Hát aztán összekeveredett a lábunk, estére, s most mennünk kéne, mert az emberek jönnek haza födekről, s várják az estebédet. Ha segíjél ma rajtunk. Na, egy szerencseje volt a legényeknek, hát nem tudom, az asszonyoknak volt-e. Arvacsana nőtt az árokparton a legény, oda ment, szakított egyet, s a pucérlábukat úgy megcsapkodta, hogy mindjárt mindenki tudta, hogy máik az övé. Szaladtak is hazafelé, hogy megfőzik az estebédet az embernek. Na, hát gondoljak, nem csak a harmadik, hanem a 23. bolondot es megtalálta az ember. Legényke megfordult, s ment vissza egyenest a házhoz, a leanyos házhoz, meg is kérte a Leonka. Esztendőre megszületett a kicsi gyermekecskéjük. Elnevezték könyvenkének. Könyvenkének csinyáltottak egy gyönyörűséges ködmánkét. A ködmánkébe lement könyvetke a pincébe. De nem nyomta agyon a káposzta nyomtatókő. De ha összenyomta volna, a mi mesénk se tartott volna eddig bizony. S aki nem hiszi, ha lenye menjen a pincébe, egyedül főlágnék.